Mi az a 7 legnagyobb veszély, ami leselkedik a cégedre ezen koronaválság, vírus időszakban, már pedig az biztos érzed, hogy veszély több irányból jöhet, én 7-et gyűjtöttem össze. Ezért üdvözöllek a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozásod megmentésében, vagy új vállalkozás elindításában. Szóval összegyűjtöttem 7 olyan dolgot, ami a Mastermind csoportok konzultációjából kiderült, illetve a korábbi válságoknak az elemzéséből kiderült, hogy 7 olyan dolog van, ami lopakodó módon, akár alattomos lassúsággal is, de tönkreteheti a cégedet, úgyhogy ezeket nézzük meg, ma az elsőt, egyébként a Doppelprofit német YouTube csatornámon már, német nyelvű már közzé is tettem mind a hetet, mert ott nem napi, hanem heti házi feladatok vannak, de nézzük meg a legelsőt, ami azt gondolom az egyik legnagyobb probléma lehet, és talán az egyik legnagyobb félreértés is, és a legrosszabb tanács, amit adnak neked. Tudnék az, hogy elégeted a tartalékaidat, ha van elég tartalékod, ugye azt mondják, hát ha van elég tartalékod, nem vagy bajba ebbe a válságba, dehogy nem, ha ezt elégeted, akkor nagy bajba leszel, kivérezteted a céged, legtöbben ezt teszik most, legyengül annyira, hogy nem lesz képes újraindulni, vagy fölállni, hogyha esetleg egy kicsit pozitívra fordul. És ma még ezt nem nagyon látod. Én ezt 2008-as válságnál láttam, hogy nagyon sokan fölépítettek egy életmunkával egy céget, volt valamennyi tartalékuk, akár magánvagyonban is, és talán a cég válságba került, mármint az egész piac, akkor próbáltak visszatolni bele a pénzt, hogy fenntartsák, mert nagyon jók a szakemberek, azt nem szabad elveszíteni, meg nem küldhetem el az embereket, meg nem zárhatom be a céget most, kell valami forgalmat csinálni, még a veszteséggel is, és így tovább. És ez a lassú kivéreztetés volt, nagyon sokan gyakorlatilag gyengültek a cégek, és alig tudtak újraindulni, vagy utána idővel, amit kiszámoltak időt, annál hosszabb ideig tartott a válság, egyszerűen csődbe jutottak. És most is ez lehet a nagy veszély, hogy azt mondod, hogy ó, hát kicsi cég vagyok, egyszemélyes valami, Kft. Vagy bármi, vagy cég, vállalkozó, hát nekem van egy kis üzletem, csökken mondjuk 20-30%-kal a forgalmam, de még nem vagyok veszteséges. Ez még akár elmegy. Vagy azt mondod, hogy hát leesett ugyan felére, de hamar vissza fog pattanni, és 100 000 forint havonta a veszteségem van, 1 millió tartalékom, tehát 10 hónapig jó vagyok, az alatt biztos, hogy helyre jön. Ki mondja azt, hogy biztos? És egyáltalán, ha van 1 millió tartalékot 100 000 forint költség mellett, valószínűleg nőni fog egyébként a veszteséged idővel, ahogy mész lefelé a válságba, hiszen még nem látjuk, még nem folyik vér az utcán, úgymond már, mint gazdaságilag, tehát még messze van ez a válság, amikor elfogy az a sok millió munkanélkülnek a pénze Európában, aki egyre kevesebbet fog fogyasztani, a BMW-nél csomó rendelést visszamondtak, ezért később indul újra a gyár, tehát nyilván ez lassan gyűrűzik be, de ami a lényeg, hogy a legtöbben mondjuk 5 hónapra, 6 hónapra, 3-ra, 10-re kiszámolják, hogy meddig tart a pénzük. És utána elfogyott a levegőd, utána meghalsz, meghal a céged. De van egy rosszabb. Tétezzük föl, hogy 10 hónapra kiszámoltad, és pont 10 hónap múlva, nem tudom az mikor esik, mondjuk február vagy márciusra, jövőre minden oké. És egy krajcárod sincsen, 1 forintod sincs, minden tartalékot elégetted, a működéshez szükséges készpénz, forgatható készpénzed is lenullázódik. Nem tudsz újraindulni, nem tudsz megtankolni, nem tudod az autódat, magyar a vállalkozásodat. De ezt lehet akár 1 millió veszteséggel havonta, és 10 millió tartalékkal, de ugyanott vagy. Most mivel nem tudjuk, hogy meddig tart a válság, nem tudjuk, hogy milyen messzire kell eljutni, ezért csak úgy indulhatunk el, ha menet közben tudunk tankolni, magyarul úgy állítjuk be a vállalkozásunkat, hogy ne fogyjon a tartalékunk, vagy ne fogyjon el a tartalékunk, hanem minimalizáljuk a veszteséget nullához, vagy inkább legyünk bármi áron is, de picit is nyereségesek. Lásd Tesla, amely egyébként érdekes dolog, ugye a Tesla, akit kinevetett a színpadon, a Volkswagen főnöke egy előadásnál, sose fogom elfelejteni, nagyot nevetett rajta, hogy jönnek egy ilyen komolytalan cég a Tesla, talán egy fél éve volt. Ma megnézed, a tőzsdén többet ér a Tesla egymagában, mint a Volkswagen, a Mercedes és a BMW tőzsdei kapitalizációja összességében. Na, kinevet a végén. Szóval ne égesd el a pénzed, hanem most azonnal tedd meg, hogy átállítod a cégedet egy olyan vészüzemmódba, ahol legalább nullára leviszed a veszteségedet, vagy minimális plusz termelsz. Mindegy, hogy milyen áron. Ez a legérdekesebb az egészben. Mindegy. Mert ha elfogyna a pénzed, vagy ne adj Isten, élve a lehetőséggel, nem tudom, Magyarországon most annyira kaotikusan kommunikálunk, hogy fogalmam sincs, hogy ki kaphat és hogyan, és milyen feltételekkel és egyebekkel, mondjuk akár bankgaranciát, akár állami garanciával hitelt, vagy bármit. A hitel még jobban meg fogja ölni a jövőben a céget. Olyan teherrel indulsz, mint az a sok szerencsétlen egyetemista, aki diákhitel indul neki az életbe. Nagyon nagy bűn, hogy diákhitelrel kell tanulni. Ez csak egy mellékvágány. Szóval ne adósodj el, és ne használd el a tartalékodat. A tartalékod és a készpénzed és a készleted azért van, azért kell, hogy majd tudjál újra működni. Addig vedd vissza a tempót, vedd vissza a sebességet, és előfordulhat, hogy el kell küldened egy munkatársat, akit azt gondolt, hogy nagyon nehéz lesz pótolni. Tudod, mi az érdekes? Nekem mindig, akitől azt hittem és féltem, hogy hát, ha ez elmegy, ez nagyon sok tudással, sokat fektettünk bele, sok ügyfelet is, mert egyébek, ezt elküldtük, vagy el kellett menni, vagy kiderült, hogy magától elmegy, vagy kiderültek disznóságok is, hogy el kellett küldeni, mindig találtunk jobbat. Tehát én azt gondolom, hogy ha azért fogod elégetni a tartalékodat, hogy megtartsd az embert, akivel dolgozol, nem tudom, 5 vagy 10 éve, ami rendes dolog, ha meg tudnád tenni, de nem tudod, hiszen őtől se kérheted, hogy hozza be az eddigi fizetésének egy részét, hogy megtartsa a munkahelyét, te se tudod megtenni, még ha nem tetszik sokaknak, akkor sem. Szóval mindenképpen állj át egy vész üzemmódba. Egy olyan üzemmódba, van ilyen a telefonon, van ilyen a Windowson, van az autódon, van az automataváltók, amikor nem tudsz 30-nál gyorsabban menni. Az autópályán lehet, hogy nekem egy nagy Mercin volt nemrég, az átment autó, nem tudom, mondjuk annál nem volt ilyen gondom, de mondjuk egy bármilyen más automata átmegy ilyen vészüzemmódba, akkor 50-60-nál nem megy gyorsabb az automataváltó. Nem érdekes, hogy mennyire sietsz, meg mi van, ne menjen tönkre a motor, ne menjen tönkre az autó. Ugyanerre gondolj, ne menjen tönkre a vállalkozás. Mert azért nagyon sokan az elmúlt 5-10 évüket, az életüknek vérét, izzadságát tették bele a cégbe, és ha most elégetik a tartalékot, ha most nem állítják át a céget vészüzemmódra, akkor bizony, ha ez a válság 1 évig tart, 2-3 évig, nagyisten tovább, nagyisten mélyebb lesz, akkor megpusztulnak, és minden elvész, amit belerakott az elmúlt 10 évben. Tudod nagyon jól, hogyha vettél egy kamerát, mondok egy példát, 500 euróért, most ez volt itt éppen a kezembe, vagy bármilyen más munkaeszköz, vettél egy fénymásolát 200 000 forintért, ezt meg nem tudom én, 1000 euró az, 300 000 forintért. Amikor csődbe mész, akkor ennek az értéke az 10-e lesz. El fogják 100 forintokért, vagy 10 000 forintokért kótyavetyélni, vagy fogja és lenyúlja a felszámoló. Ha újraindul a cégre, akkor újra 300 000-ért kell megvenned, és 200 000-ért a fénymásoló. Tehát az értékeidre vigyázz, mert azt már egyszer kifizetted, és az csak neked érték. Tehát ezért a cégedre nagyon vigyázz. A cégedet úgy kell tekintened, mint a saját gyermekedet. És ne is haragudjon meg senki, de a munkatársaid nem a gyermekeid. Az igazi gyermeked, akit szültél, az a tied, meg nyilván a vállalkozásod. És hidd el, nekik is jobb az, ha vissza tudnak térni. Hogy közben hogy fognak megélni, ez az állam feladata, azért fizettél adót, TB-t, nyugdíjárulékot, minden egyéb dolgot. Jó, tehát ez egy hozzáállás kérdése. A másik az, hogy végképp ne vállalj be hitelt. Tudod, a legtöbb esetben, ha megnézzük egy vállalkozást, és elég sokat ismerek jól, számok szintjén is, körülbelül egy 20-25% forgalom csökkenés már veszteségessé teszi. A legtöbb vállalkozó persze nem is tudja, hol van ez a break-even point, ez a limit, ez a határ, amikortól kezdve veszteségessé válnak. És akkor persze elkezd lépéseket tenni. Mondok egy példát, hogy ne kicsiben gondolkozz csak, mondjuk egy Lufthansa, akinek elméletileg nagyon okos szakembere és nagyon okos tanácsadói vannak. És van 170 000 alkalmazottja, és azt hiszem, ha jól emlékszem, van 700 repülője, ugye? És azt mondja most, hogy hát le fogja csökkenteni. A 700 repülőből 150 a már régebbi modell, meg már igazából snasszos egy kicsit, nem tudom, first classnak eladni valamit, amivel már kinyúlt a bőrülés, szóval azokat leállítják. És körülbelül 170 000-ből körülbelül 15-20 000 embert elbocsájtanak. Tehát csökkentik a költséget valamivel, de azáltal, hogy leállítanak csomó járatot és a piac bedőlt, sokkal többen nő a veszteségük. Tehát és sokkal jobban csökken a forgalmuk, tehát a veszteségük nagyobb lesz, és a működési eredményük sokkal kisebb lesz, mint előtte volt, drasztikusan meg fog nőni, mert a vízfejet nem csökkentik. Tehát nézd meg, hogy hol van nálad az a vízfej, hol van nálad az a költségtény, amit csökkenteni kell, muszáj lesz. Lehet, hogy még nem érzed a pánikot, lehet, de ez egy lassan kezdődő dolog. Tudod, mi az érdekes? Amikor beszélgetsz vállalkozókkal, akkor a többségük nem ismeri a saját cégét. Nem tudja megmondani, hogy egy-egy termékcsoport mondjuk mennyit hoz a nyereségből, vagy mennyit változott mondjuk annak a termékcsoportnak, ha például többféle termékcsoportja van, mennyit változott a forgalom mondjuk az elmúlt egy éve, vagy az elmúlt egy hónapban, vagy a tavalyi áprilishoz képest az idei április, egyszerűen nem tudja, hogy honnan jön a pénz. Vannak ilyen átlagok, hogy van egy átlagköltségem, van egy éves forgalmam, van egy éves költségem, és akkor van egy átlag árrésem vagy nyereségrátám, de ezek az átlagokkal nem ér semmit. Pontosan keresd meg azt, ami lehet, hogy nulla vagy veszteséges, és lehet, hogy sok költsége van, vagy sok ember dolgozik ott. Éttermeknél ilyen szokott lenni például az à la carte. Építsed le, vagy panzióknál, építsd le az à la carte-ot, mert az nagyon sok emberrel jár, nagyon sok készenléttel, reggeltől estig konyhával, felszolgálóval, szakáccsal. Ehelyett csinálj mondjuk fél panziót, a takarítónő tud délután előkészíteni, meg kirakni a ráadásul svéd asztalt, most persze nem fog menni, de eddig jól működik. Tehát alakítsd át, csináld meg a cégedet működévé az új helyzetbe is. Tanulj meg a víz alatt élni, ahhoz kopoltyút kell növeltened. Szóval ez egyik első nagy veszély. És tudod, azért veszélyes ez, mert ez lassú. Tehát, hogyha a tüdőrák is úgy ölne, vagy a cigaretta is úgy ölne, mint egy puska, hogy és meghaltál, amikor rágyújtotta az elsőnél, akkor nagyon kevesen gyújtanának rá. De szép lassan öl meg, ezért nagyon sokan rágyújtanak, és nem szoknak le. Ez is ilyen lassú méreg lesz. Ha föl emészted a tartalékaidat, ha egyáltalán van, a készpénzedet, ne adj Isten, nincs tartalékod, ezért hitelt veszel föl. Képzeld el, hogy az elmúlt 3-4 évben, amikor tényleg a fadarab is kivirágzott, a legbutább is tudott vállalkozni, meg a legügyetlenebb építőipari vállalkozó is épített valamit, és eladta pénzért, és tényleg mindenkinek működött a vállalkozása, nagyon kevesen volt, akik nem. Ha ez alatt nem tudtál egy masszív, komoly tartalékot fölépíteni, akkor hogyan fogod visszafizetni azt a hitelt, amit most fölveszel? Jó, tehát vedd nagyon komolyan, no credit, no loses. Tehát ne csinálj veszteséget, ne csinálj hitelt, hanem alakítsd át a céget, inkább úgymond belülről vérezzen, inkább mondjál le dolgokról, inkább állítsd le a nagy Mercedet, add le a rendszámot, és járjál a kis pólóval, hogy mit tudom én, de inkább állítsd át a cégedet, mint hogy a tartalékodat föléld, mert a legtöbben egyébként nagyon alattomosan, mármint nem alattomosak ők, hanem alattomosan fog kinyírni ez a válság. Tudnélik, van egy nagy készleted, jól dolgoztál, forog a készlet, van egy forgási sebessége éves szinten, mondjuk nekünk autóalkatrészes cégünk volt, és ez nagyon jól működött. Igen ám, de most kevés a pénz, ezért hát inkább kevesebbet vásárolsz, mármint beszerzést csökkented egy kicsit, mert nem tudnád kifizetni, de a készletet azért mégis viszik, abból van, kezd fogyni, kezd olvadni, egyre kevesebb van, és az történik, hogy úgy tűnik, mintha működne a cég. Ó, hát figyelj, jó, viszonylag jó forgalmunk volt, lecsökkentettük a beszerzést, a költségeket. Igen ám, de ha megemészted és megeszed a készletedet, akkor újraindulnál, nem lesz miből. Nem tud újra fölépíteni, hiányozni fog. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen lopakodó, alattomos dolog van, és ezek az az egyik problémája, hogyha pontosan ismernéd a pénzügyédet, pontosan tudnád, hogy milyen forgási sebessége van egy adott terméknek, ráadásul tesztelnéd, ugye mi 20 év adtuk el az autós céget, előtte már olyan szoftvereket fejlesztettünk a saját készletünkről, hogy pontosan tudtuk, hogy van egy fékbetét, vagy van egy szűrő, vagy van egy kormánymű, ami akkor is már ilyen 100-es nagyságrendbe került, hogy annak mi a forgási sebessége. Tudtuk nagyon jól, hogyha évente eladunk bele 4-et, akkor nem lesz 10 a polcon, de egy viszont kevés, mert ahogy eladt az egyet, lehet, hogy a következő már nem fog tudni venni. Tehát nagyon fontos lesz, ezt kell megértened, hogy nagyon fontos lesz, hogy igenis folyamatosan átállj a működésben, és a költségédet gyorsabban vigyed le, vagy legalább olyan sebességgel, inkább gyorsabban, mint a bevételed. Minden áron. Lehet, hogy többet kell dolgozni, lehet, hogy nem lesz szabadság idén neked, tök mindegy, de minden áron. És nyomd, és nyomd, és nyomd a forgalmat. Ha eddig nem csináltál online internet értékesítést, marketinget? Csináld. Ha nem csináltál jó értékesítést telefonon, személyesen? Csináld. Indulj el. Nagyon-nagyon sok vállalkozó fog elvérezni. magyarok is el fognak vérezni. Főleg azok nem írték a számaikat, és nem gondolkoznak ezen. Úgyhogy remélem, hogy te nem ide tartozol. Ez az első, a hétből az első nagyon fontos figyelmeztetés. Kérlek, írd le, hogy te mit gondolsz. Hogyan látod a saját cégedben, hogyan látod más cégeknél, hogyan látod egy iparágban. És ezek azok a kérdések, ami nagyon érdekes egyébként, amikor egy mastermindban egy tagunkat úgymond szétszedjük, tehát átvilágítjuk, és rávilágítunk ilyen dolgokra, egyrészt egyből látszik, hogy hol vannak a beteg részek, és egyből látszik persze a megoldás is. Tehát, hogyha mastermindban szeretnél valós segítséget kapni, akkor csatlakozz hozzánk. De ha nem akarsz, akkor tedd meg, hogy nézd át a cégedet. Nézd át a cégedet, nézd meg, hogy hogyan tudod pozitívban tartani a break-even point fölött. Mi ezen dolgozunk a mastermindban, csatlakozz hozzánk, akkor biztosan sikerül megmenteni a céget. Sok sikert! Holnap találkozunk. Ciao.